próbálják meg ezt egy olasz süteményekről beszélünk. Kettőfajta olasz süteményt készítettünk, hogy egy félig. Te neked kell befejezni. Melyiket fejeznéd be szívesebben, a tiramisút vagy a pannikottát? Inkább a tiramisút. Nagyon jó. Nyílt napok zajlanak a Tolna megyei szakképzési centrum iskoláiban. Csapó Gábor, az intézmény főigazgatója szerint nehéz helyzetben vannak a most 8. osztályos diákok, hiszen hónapokon belül fontos a jövőt érintő döntést kell meghozniuk, mégpedig, hogy melyik középiskolában folytassák tanulmányaikat. Ehhez nyújtanak segítséget a nyílt napok. A Tolna megyei centrum mind a 8 intézménye iskolája szervezett a múltban és fog szervezni még az ősz folyamán nyílt napokat az érdeklődő szülőknek és nyolcadikosoknak. A múlt héten már 3 intézményünkben volt ilyen nyílt nap. I'm very happy seeing you there. Hopefully you will come to be a student here and I hope you all understand what I'm saying. Többek között Bonyhádon, a Tolna megyei szakképzési centrum Percermor Technikum és Kollégiumban rendhagyó módon halloweeni hangulatban teltek az órák és a nyílt naphoz kapcsolódó rendezvények. Erre látogathattak el a szülők, illetve a tanulók. Mind a mellett, hogy az érdeklődők részt vehettek a tanórákon, részletes tájékoztatást is kaptak az intézményben zajló képzésekről. Az iskolában legközelebb november 26-án várják ismét a 8. diákokat. Azt gondolom, hogy aki lemaradt, az se késett még el, van nagyon-nagyon sok lehetőség arra, hogy bemutatkozhassanak a Tolna megyei szakképzési centrum iskolái intézményei. Abban nagyon bízunk, hogy a jövőben is ilyen nagy érdeklődésre tarthatnak majd számot ezek a nyílt napok, mutatva ezzel az, hogy a szakképzés mennyire népszerű ma Magyarországon. Csapó Gábor elmondta, hogy november 5-én és 6-án az Ady Endre Technikum és Kollégiumban és a Bezerédi István Technikumban, november 9-én pedig Pakson az első István szakképző iskolában tartanak legközelebb nyílt napot.